Talán az MSZP képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnökhöz. Miért nem fontos címmel? Megadom a szót, képviselő úr. Köszönöm, elnök úr. Miniszterelnök úr, önnek tudnia kell, hogy az állami földvagyon kiárusításával a nemzeti függetlenség kiárusítására készült. Ha ez így van, akkor szeretném tudni, hogy miért teszi. Lázár János pár napja azt mondta, azért kell a földeket eladni, mert a földtörvény el fog bukni Brüsszelben, és akkor majd jönnek a külföldiek, és megveszik a magyar földet. Ám a helyzet az, hogy az ön kormányát, vagy hogyha úgy tetszik, az államot semmi sem kötelezi arra, hogy az állami földet eladja. Ha az állam nem akarja eladni a földet, akkor nem lesz a külföldieké ez a föld. Ez ilyen egyszerű. Sőt, ha a földek állami kézben maradnak, az Magyarország szuverenitását erősíti. A közös agrárpolitika káros hatásaival szemben, ugyanis egy jó bérleti rendszer érdemben tudja segíteni, hogy a magyar gazdák a magyar földön úgy gazdálkodjanak, hogy vidéken minél több embernek legyen megélhetése. Hiszen az állam ebben az esetben előírhatja, hogy a földet milyen feltételekkel lehet használni, mit csináljanak rajta a bérlők, hány embernek kell munkát adni. Szociális szövetkezeteket lehet földhöz juttatni, vagy demográfiai földprogram indítható. Miniszterelnök úr, Hollandiában alapvetően bérleti rendszerben nagyrészt a földhasználat nemzeti szabályozásának köszönhetően családi gazdaságokban 10 millió tejelő szarvasmarhát tartanak, amivel több százezer embernek adnak megélhetést. Magyarországon dupla ekkora területen mindössze 200 ezer van. Lenne hova fejlődni, hogyha ez lenne a cél. Miniszter úr, miért mondanak le arról, hogy nemzeti hatáskörben, nemzeti feltételekkel megélhetést biztosítsanak a vidéken élőknek? Önnek ez miért nem számít? Vagy fontosabb a klientúra? Az új tulajdonosok ugyanis csak a közös agrárpolitika előírásait kell, hogy betartsák. Miniszterelnök úr, milyen garanciát tud adni arra, hogy az újdonsült földbirtokosok pár év múlva nagy haszonnal ne adhassák el a most megszerzett területeket, akár külföldieknek is? Várom válaszát. Képviselő úr, tisztelt országgyűlés, megadom a szót válaszadásra Orbán Viktor miniszterelnök úrnak. Miniszterelnök úr, önél szó. Köszönöm, elnök úr, ami a konkrétumokat illeti, az összes állami föld mintegy 20%-a kerül eladásra. Ezt egyébként én keveslem. 300 hektár felső birtokhatárral, 20 éves elidegenítési és terhelési tilalommal, valamint állami visszavásárlási jog bejegyzésével. Szerintem tehát az ön által felvetett kérdésre itt a válasz. Azonban van itt egy átfogóbb kérdés is, amit ön érintett a kérdésében. Én megértem, hogy ön továbbra is TSZ-ekben és állami gazdaságokban gondolkodik, mi azonban nem. Mi azt gondoljuk, hogy a gazdáknak kell odaadni a földet, az állam ne folytasson államilag irányított mezőgazdasági tevékenységet, bízza azokra, akik ehhez értenek, és akik szívükön viselik a föld sorsát. Adjuk oda a földet a gazdáknak. Köszönöm a figyelmet. Megköszönöm, miniszterelnök úr válaszát, viszont válaszra megadom a szót képviselőnek. Miniszterelnök úr, családi gazdálkodókról beszéltem, és magyar nemzeti szuverenitásról beszéltem, aminek az a lényege, hogy a vidéken, a falvakban élőknek kéne munkát teremtenünk, ami pedig a 20 éveket illeti, teljesen hiteltelen. A földbérleteknél azt ígérték, hogy nem lesznek tulajdonosok a bérlők, amikor a földbérleteket odaadták a haverjaiknak, és lebuktak vele. Most mégis két év sem telt el, és tulajdonosak lesznek. Azt ígérték, hogy szociális szövetkezetekben értelmes munkát biztosítanak szegény embereknek. 100 milliókat tüntettek el szociális szövetkezetek virágzása helyett. Azt ígérték, hogy a helyieket juttatják földbérlethez, de krimibe illő módon Tálai államtitkár úr haverjai, vagy az ön barátja jutott helyben a földekhez a helyiekkel szemben. Lázár úr barátja 500 trafikot nyert azon a földpályázaton, amiben Bitai Márton őrs volt a trafikpályázatoknak az elbírálója, aki most a földekért felelős államtitkár. Képviselő úr, tudom, csak jó fideszesek legyenek, ahogy képviselő úr lejárt az ideje, köszönöm szépen. Horváth István mondta, de ezekért önök felelni fognak. Képviselő úr, egy perc a viszont válasz ideje. Tisztelt országgyűlés, viszont válasz illeti meg miniszterelnökrat. Miniszterelnök úr, öné a szó. Azt javaslom, hogy annak érdekében, hogy visszanyerjük az uralmunkat, hát
menjen el, nyílt árverések lesznek, nézze meg azokat, és a talál kivetnivalót jöjjön el és mondja el nekünk. Köszönöm a figyelmet. Megköszönöm miniszterelnök úr válaszát, tisztelt országgyűlés, Vona Gábor.